Szóval srácok, attól, hogy az albumot lezártuk, attól, hogy már ki lehet gyűjtve az egész szégyen, nem fogunk leállni a gyűjtéssel, ugyanúgy nyomni fogom, mintha mi se történt volna meg a limitedekre nagyon rá fogunk feküdni. Csak nem találtam blistertől éppen voltam vásárolni, viszont sima csomagot annál inkább úgy, hogy váltsunk át az asztalra, hiszen vettem is 6 csomagot, hogy lejátszunk egy jó kis mérkőzést. Jövő héttől meg visszatérjen egy másfél két hét kihagyás után a jó kis blister meccs a csatornára, mert a limitedekre nagyon rá akarok ettől függetlenül még feküdni, hiába sikerült jó párat ugye megszerezni. Fejérvárvérs Juventus, hozzuk be az eredményjelzőt, és nézzük is az első fél idő első csomagját. A múltkori csomagos mérkőzésnél, amikor kaptam ugye azt a kommentet, hogy fejérvárvérs elmadid, ami nagyon-nagyon sok lájkot kap, azóta is kapja. Ott a második legtöbb lájkot kapó kommentet választottam ki. Viszont a jövő heti blister meccse már nyugodtan írhatok el az a videó alá, kommentben ötleteket, és amelyik a legtöbb lájkot kapja, meg is fogom valósítani. Na de közben itt már megy a mérkőzés, ugye? Van egy Impact Signing a Milánból, illetve egy Marquinhos Captain a PSG-ből, van még egy Orsini Boka Juniors, Palmer City, van még egy Olimpiakoszos kapus, illetve Munier a Dortmundból, tehát nem jött gól itt az első félidő első csomagjából, de hát nagyon sok van még hátra. A pénteki videóban is láthattátok, ami nagyon király lett, a City vs liverpool ha nem láttátok volna mindenképpen, nézzétek meg. Ott is hát láthatjátok, hogy még soha nem dől el semmi, van egy Hakimi, illetve van még egy Sissi az olimpiákozból utána a Carrasco, Haller, Curtis Jones, illetve Christensen a Chelsea-ből, úgyhogy úgy tűnik, hogy még pihengetnek a csapatok, nem akarják megmutatni magukat. Mondjuk vasárnap is van, értitek, ilyenkor reggel még az ember bőven pihen, amikor megy ez a videó. Nézzük is, tovább van még egy Curtis Jones újra, Bernardeski Juventus, csak emlegetni kellett, hogy totál nincsen gól, 1-0-ra vezet a Juve. Van még egy Lyon, aztán Mendes, Lodi, illetve egyetlen egy csillogós, aki egy captain a Boca Juniorsból. Úgyhogy az első félidő elég szegényes a sikeredet úgymond. 1-0-ra vezet a Juventus a Fehérvár ellen, de van még bőven csomag, szám szerint három, hogy kíváncsi vagyok, hogy Fehérvár innen vissza tudja -e még hozni, meg hát arra is, hogy sikerül-e kibontanom a csomagot. Na de megoldottuk. Van egy Boca Juniorsos, aztán teljes United, Upamecano, illetve Brandt Dortmund, van itt még egy Depay Impact Signing, illetve Royce Captain, úgyhogy továbbra sem jön a fehérvári gól, ezt a két csomagot kitesszük ide oldalra. Menjünk tovább a következőre. Nézzük először is egy grill is. Impact Signing, alatta pedig felszöbörült a Boca Juniorsból, hát kapus van annyiszor jön, még egy Carrasco, Haller, illetve Mendes a PSG-ből, úgyhogy srácok, a hangom is elment, az utolsó csomag jön a videóban, egyetlen egy gól jött eddig. Ez egészen hihetetlen. Erre azért nem számítottam. Nézzük a teammateket. Zé Rafael, Lala, Dest, Lodi, itt van egy Gorecka, és ugye itt már láttuk a Winterstart az Interből, de ez hihetetlen most egyáltalán nem jött Fehérvári gól, a Juventus is még csak egy gól szerzett, hála az égnek legalább ugye, itt egy magyar csapatot nem tömött ki. Úgyhogy srácok, úgy tűnik tényleg annyira vasárnap van még, hogy itt a játékosok pihennek. A Juventus 1-0-ra legyőzte a Fehérvárt ebben a videóban. Kommentben várom az ötleteket, és akkor megvalósítjuk a legtöbb lájkot kapó kommentelő ötletét. Úgyhogy srácok ez lett volna ez a mai videó, legközelebb kedden találkozunk, ugye hétfőnként nem nagyon szokott lenni videó a csatornán, találkozunk kedden, még nem tudom milyen videó, szerintem meccsatokszat fogunk bontani, úgyhogy addig is legyetek jók, sziasztok!